folyton rákcsálnak tálba. Inni. És a kisegér úgy megharapta a ceruzát, hogy az feljavulni. A 20. Múzeumok Éjszakája országos programsorozatba 19. alkalommal kapcsolódott be a Pécsi Janus Pannonius Múzeum. 150 program 5 helyszínen várta a látogatókat. Ez éppen a Néprajzi Múzeum, ahol gyerekprogramokat is tartottak, kvízjáték és mesesarok is rendelkezésre állt az apró népnek. A gyerekeknek a kvízjátékot vezényelem. Hát ugye írni, olvasni már tudó gyermekeknek állítottunk össze egy kérdéssort, amit az állandó kiállítás megtekintésével ki tudnak tölteni, és cserébe egy kis falánkságot, csokoládét kapnak ajándékba. Ezt az éjszakai kulturális csemegét késő este is lehet szeretni, ide soha nem késő megérkezni. Az utunk csak az elején tartunk, úgyhogy ugye a Néprajzi Múzeummal kezdtük, és akkor gondoltuk, hogy végiglátogatjuk azokat a helyeket, amit pécsiként eddig még nem láttunk, mert ilyen is van, és természetesen akkor már a családtagokkal együtt, és barátokkal, mert ugye ez nagyon fontos. És hát, amit eddig kihagytunk, azt mind látni szeretnénk, mert azért még mindig van olyan, amire az ember rácsodálkozik. A kínai lánynak Pécsen a legnagyobb tér a Széchenyi tér. Általában ott találkozik a barátaival, nagyon szereti a szökőkutat, és azt, hogy ott mindig van élet. I love the Széchenyi Square the most. Ez a mostani program is kiváló időtöltés számomra, hiszen a múzeumok által jobban megismerhetem a város múltját. Barátaimmal szívesen megyek mindenhova. A Néprajzi Múzeum fő programja a Váci Domonkos kripta kincseiből nyílt időszaki kiállítás, amely csakis a pécsieknek jött létre. Ennek történetét és a kincseket több tárlatvezetés kíséretében megcsodálhatták az érdeklődők. Mindegyik valamilyen formában kapcsolatban van a halállal, a megváltással. A Váci Tragor Ignác Múzeum időszaki kiállítása a 18. század barokk emberének életéről és haláláról kíván képet adni, mindezt azért, hogy a halállal kapcsolatos képünket megváltoztassa. A leletek kiváló állapotban vannak, annak ellenére, hogy a 18. századból származnak. Vannak köztük olyanok, amelyeket nem is kellett restaurálni, és olyanok is, amelyeket nem lehetett, mondta Csukovics Anna, muzeológus néprajzkutató. 1800 tárgy került elő annak idején, 28 évvel ezelőtt a kriptából. Nagyon sokféle tártípusunk van. Ez két dologtól függött az, hogy milyen állapotban maradt meg. Az egyik az, hogy a kriptán belül hol helyezkedett el ez a tárgy, tehát egy alsó koporsóban vagy egy felső koporsóban, a másik pedig az, hogy miből készült az a tárgy. Tehát bizonyos anyagok jól átvészelték a 250 évet a kriptában, például a sejem furcsa módon. Bizonyos anyagok viszont nagyon rosszul, mint a posztó. Ennek következtében például férfi viseletet soha nem fogunk tudni bemutatni sajnos. Gyerekkoporsók ugye a koporsó rakatban legfelül helyezkedtek el, ugye méretüknél fogva. Ennek következtében sokkal jobb állapotban maradtak meg. A gyerekkoporsók kétféle típusa volt, zöld koporsót nem hoztunk, két koporsóból hoztunk néhányat, ez a korábbi időszak a zöld, a későbbi a kék. Ezek nagyon-nagyon ritkák, különleges darabok. Érdekességük az, hogy ezeken is vannak különböző szimbólumok, akár csak a nagy koporsókon, de az például a különleges érdekessége az, hogy ugye a gyerekkoporsóra nem fért rá egy egész korpusz, ami mögöttem a látható. Ennek következtében a gyerekkoporsóra a kicsinyített korpusz jellegű díszítést festettek, tehát a kézstigmákat, a lábstigmákat, illetve a Krisztus fejének a helyén például Veronika kendője ábrázolás van, ezt például érdemes megnézni mindenképpen. És ugye a koporsók színe is érdekes ilyen szempontból, hogy a gyerekkoporsók kék színe az valamilyen szinten az égre utal, az égi szférákra, illetve az angyalokra, hiszen hiába volt a 18. században magas a gyerek és csecsemő halandóság, és sok volt olyan család, ami több gyereket is elveszítette, a gyerekkoporsókattól még ugyanolyan szépek és díszítettek voltak, mint a felnőtt koporsók. Burján István főmúzeológus, a néprajzi osztály vezetője azt mondta, minden olyan foglalkozást összeszedtek a múzeumok éjszakájára, amelyet az egyszerű hétköznapi ember otthon nem tudna művelni. A múzeumok pedig más alkalmakkor nincsenek ilyenre felkészülve. Itt van a nemezelés, itt van a papíröntés, itt van csodálatosan népi, édes étkek
készítése volt. Hát óriási kóstoló társaság volt itten, aki mindent végigkóstolt. Ugyanakkor itt vannak a kézművesek. A kézművesek ugye bemutatják a kézműves munkájukat, bemutatják, és ugyanakkor részese lehet a látogató, mindenki ennek a kézműves foglalkozásnak. Ami másik érdekesség talán az, hogy ugye ott bent a termékben, mivel ugye van a kiállításunk, van a, én azt mondom, hogy egy kicsit kemény a koporsók, a Váci Domonkos kriptának a bemutatása, és nagyon sok gyerkőc van. Most a gyerkőcöknek ugye a koporsók, és ehhez fűződő hagyomány és történet, az azért, hát az nekik nehéz volt, és sok lett volna, ezért ott volt a mesesarok. Én meglepődtem azon, hogy számtalan gyerkőc, ott volt a mesesarokba, és ugyanakkor ott volt a gyerkőcöknek készült papírból és mi egymásból olyan népi játékoknak az elkészítése, amikkel otthon sajnos már nem nagyon találkoznak. És az egész, ugye úgy kezdtük a napot, hogy bábeli adás volt. Tehát múzeumban mikor szokott bábeli adás lenni? Én azt mondtam, hogy évente egyszer, általában múzeumok éjszakáján. Tehát ez volt, amivel így készültünk, és az, hogy itt most ekkora, én azt mondom, hogy tényleg nagy látogatottságú közönség, és a, érdekes talán az, hogy, a, hogy kinek szólt a múzeum? Hát az egyik 3 éves kis kölköcünk, gyerkőc volt, aki itt volt a bábeli adáson, azért tessék körülnézni, ha voltak egy csak korosabb, éltesebb korúak is, tehát a 3 évestől a 80-100 éves korig mindenki megtalálta, én úgy gondolom, hogy megtalálja azt, ami őt érdekli a múzeumban. A Szent Iván-i tűzugrás sem maradhatott el, mely a nyári napforduló ünnepén gyújtott tűz.